Mindig van egy ilyen álomvilág, hogy egyszer csak, mint a macskafogónak a végén, a macskák, meg az egerek, meg a patkányok közösen szednek virágot a réten, hogy majd eljön az az idő, amikor az autósok, meg a motorosok, azok így egymásra borulnak, és azt mondják, hogy annyira szeretek úgy közlekedni, hogy te is ott vagy az úton, és figyelek rád, és annyira imádom, amikor te közlekedsz. Én meg azt imádom, hogy te száguldozol. Én meg azt szeretem, hogy te kifordulsz elém, olyan jól csinálod, semmi gond, menjünk tovább. Na hát ilyen nem fog történni soha. Ami bedrogozott mesefilmíróknak az agyába, ilyen elképzelt, hogy előfordul ilyen végkifejlet az életbe, soha nem fog. Találtam egy ilyen videót, ahol természetesen összeakadt egy autós a motorossal, valamin összefeszülnek, és a motoros nem méri föl, hallod, hogy neki ezt nem kéne. Oldalról rúgdossa az autót. És nézd meg, nem előzi meg, nem hagyja el, nem az van, hogy megvárja, hogy megálljon a pirosnál, vagy mondjuk így szakszerűen így, letolja a tükrét, nem, rugdossa, hopp rá, ezt az autós nagyon nagy. A motoros bepipul még jobban, na most jó, belerúg az autóba, paf, és lerúgja magát a motorra. Hülye, barom, állat, erre nem lehet mit mondani. Hát ennyire, hogy lehet hülye valaki? Ha annyira mindenáron rosszat akarsz annak az autósnak, a két dolgot. Várd meg, amíg megáll, és ököllel levered a tükrét, vagy megvárod, amíg kiszáll, és talán nem ver meg. Mert az is lehet, hogy úgy megver bazd meg, mint a lovat, érted? Mert esetlegesen ügyesebb, mint te ebből a szempontból. Vagy hogyha nem akarsz mondjuk így személyes konfliktba kerülni vele, akkor szakszerűen a tükrét úgy kell lerúgni, hogy kiteszed így a talpadat, és csak így elmész mellette, nem oldalirányba rúgdosod, mert akkor a barom leszel, meg úgy lábaszol, mint ez az idióta. Természetesen nem az a megoldás, hogy lerúgdosod egy autónak a tükrét. Én eddig azt hiszem egy autósnak a tükrét vertem le, vagy kettőnek az elmúlt 25 évben, de azért, mert meg akartak ölni konkrétan. Nem én támadtam rájuk, ők rám, és valahogy idegből kihozták ezt belőlem, de körülbelül naponta 100 olyan közlekedési helyzet van, hogyha gyenge az idegrendszered, akkor leamortizálod a fél városnak az autóállományát, de engedd el. Engedd el, paraszt az autós, és akkor mit fogsz neki bebizonyítani, hogyha megrúgdosod az autóját? Semmit. Az ugyanolyan hülye paraszt lesz, csak legfeljebb mondjuk elüt, vagy lelök, vagy saját magadat lököd le a motorról. Rutinos motorosként egyetlen egy dologra föl kell tudnod készülni, hogy lesznek olyan jellegű vészhelyzeteid, amik ki fogják kattintani benned a kakukkosórát. Érted? És fölmegy az agyvized, hogy lehet, hogy téged ennyire nem vesznek figyelembe. Úgy, hogy ez egy teljesen normális történet, hogy nem vett észre, vagy leszart, vagy bármi. Nem akadhatsz ki motoron, egyszerűen a motorozásnak az alapja az, hogy meg tud őrizni a hideg véredet, akár a saját száguldozásaid alatt, akár vészhelyzeteknél, vagy olyan jellegű szituknál, mert sokkal jobban jössz ki akkor, amikor teljes 100%-ba kontrollba tudod tartani az agyadat. A motorozásnak egy legnagyobb alapja ez a történet. Ne konfrontálódj, húzz el a picsába, az meg ott fog, hidd el, ott fog puffogni magába, csak incsébe, bőven elég lesz. Azzal már megcsináltad a napját. Te meg élvezd a motorozást.